Itt vagyunk a Fogadgyörökbe egy macit aukciójá, most már harmadjára, viszont először áll ezen az aukció mellettünk Pál Dénes, ahogy mondták, a Voice nyertese. Dénes, hát most, hogy a dalok után nem vágtuk fel az ereinket, tudunk végre interjúzni. A dalválasztás szempontja az összefügg a korosztállyal, akinek énekeltek? Így van. Kicsikét összefogva magával a korosztállyal is, illetve azzal, hogy most milyen eseményen vagyunk itt, úgyhogy inkább egy ilyen visszafogottabb műsort adtunk. Most ugye múltkor már fejtegettük azt a témát, ami egyébként 3 napon belül ki fog derülni, hogy a dal című műsorra jelentkeztél, avagy sem, hogyha jelentkeztél, akkor ugye már egy könnyedebb dallal. Ilyenkor nem szabad azt már előadni, vagy hát már igen, tehát egy új dalt egy ilyen közönségnek? Ha jól vagyok informálva, akkor mindig van egy bizonyos intervallum, hogy mi az a mondjuk egy hónap vagy 2 hónap, tehát hogy milyen dalnak szabad megszületnie, illetve az, hogy mennyire lehet régi az a dal. Igazából ez a dal... Szeptember 1. Igen, tudom, tehát hogy igazából ez a dal már elhangozhatott volna akár itt is, viszont ennek a megjelenésével még várnék, és ha, ahogy te mondtad, tehát hogy kiderül, hogy mi lett ennek a dalnak a sorsa, onnantól kezdve a repertoárba bekerül, és így a fellépésemre hallhatják. Igazából hétfőn már megtudjuk, hiszen ugye ma már bejelentették a zsűrit, hétfőn meg azt, hogy ki lesz az a 30. Na de egyébként miért, tehát amióta utoljára beszélgettünk, azóta gondolkodom ezen, nem csak nálad, másnál is, hogy miért kell titkolózni, tehát mi függ attól, hogy most esetleg az Eurovízión bejutsz, nem jutsz, ott leszel a 30-ba, esetleg te mész Kopenhágába. Hát igen, szép lenne, hogyha már ott tartanánk. Nem, igazából arról van szó, hogy most én nagyon örülök a jelenlegi dalomnak a sikerének, az, hogy sokat játszák, az, hogy sok mindenkihez eljutott, és szeretném ezt a dalat úgy időzíteni, hogy most már többen kérik azt, hogy legyen egy új dal, amivel kijövök, és én még egy picit ezzel várnék, de hogyha megszületik a döntés, még akkor se feltétlenül lehet, hogy meghallják a dal, de persze onnan már fogják tudni, az emberek is fogják ismerni. Szóval még egy kicsit kivárok, ennek ennyi a titka. Egyébként a marketinges vagy a menedzserednek adni most 2 pofont, hiszen ugye körülbelül 200 dal próbál az elkövetkezendő napokban majd bejutni a rádiókba, és ugye ki lesz a hangosabb? Hát az, akinek a dala sláger, gyanús és belemászik a fülünkbe, viszont talán esetleg azt az elején meg lehetett volna fogni. Na mindegy, ezt csak így magunk között mondom. Meglátjuk, és majd kiderül, én bizakodom, hogy jó lesz, és hogy fogjátok alani. Na hát fogadj örökbe egy macit, ha jól tudom, te is felajánlottál egy macit. Mi annak a sorsa, vagy honnan került hozzád, vagy egyáltalán miért azt a macit adtad? Így van, az én macim neve Vatta, és ő 12 éves, és félig meddig azt mondom, hogy egy ilyen több generációs maciról van szó, hiszen nővérem év volt, legután az enyém lett, és hát most legvégül azonak a húgom kapta meg, úgyhogy így nem csak egy döntés volt, hanem különböző engedélyek kérése otthon, hogy akkor elhozhassam ezt a macit, illetve felajánlhassam. De én nagyon örülök magának a felkérésnek és magának annak, hogy itt lehettem, hogy felléphettünk szívvel is, és remélem, hát majd kiderül, hogy ez a maci mennyiért kell el a mai estén, és hát bízom benne, hogy azért minél magasabb árat tudunk ezen megütni, mert hát az így befolyó összeg az jótékony célra megy. Akkor végezetül te ezzel a macival egyébként játszottál, tehát generációkon keresztül játszottatok, le lehet pisilve, ki lett belezve, hasonlók? Hát azért ennyire nem lehet elhasználva. Azt lehet mondani, hogy sokan játszottak, többet játszott egyébként az unokahúgom vele, mint én magam, de igen, tehát hogy azért ez egy sokat megélt maci, és hát bízom benne, hogy a gazdájának, aki ezt kerül, annak is szép emlékeket fog okozni. Megbízunk benne, hogy ki mostad, mielőtt odaadtad. Én is köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen!